szia, szevasz, ne a fülembe! Hello, szia, szevasz! A mai videóban valami érdekes dologgal fogunk nem megpróbálkozni, hanem megnézni. Ugyanis egy olyan helyet fogunk megnézni, ez nem más, mint a KFC, a Kentucky Fried Chicken, ami nem itt van, mindjárt megmutatom, hogy hol vagyunk jelenleg, de oda fogunk elmenni autóval. Ez azért érdekes az a hely, mert ezt a KFC-t már nem az, hogy nem lakja senki, mert a KFC-ben ugye nem szoktak lakni. Szoktak a KFC-ben lakni? Nem szoktak. Rendelni szoktak, de most már nem rendel senki. Mert ez a KFC képzel el bezárt, tehát ilyen elhagyatott KFC, és nem máshol van, mint majdnem, hogy a városnak a központjába. Ugye a mai videóban ezt fogjuk megnézni, el fogunk oda menni, és megnézzük, hogy néz ki egy ilyen bezárt KFC összefirkálva, grafitizva. Engem érdekelnek az ilyen érdekes, bezárt dolgok, amit csak úgy ott hagytak valami oknál fogva. Téged is? Én tudok olyan sokról, én is nagyon szeretem. Épp most fejeztük be ezt az egyik videót, mutatom, hogy hol vagyunk. Csak belültünk az autóba, mert rettentően fújt az előbb a szél. Itt vagyunk a semmi közepén. Aki nem látta a múltkori videót, az megnézheti, és tudja, rájöhettek, hogy miért vagyunk itt, vagy melyik videó készült ezen a helyen. Na mindegy, most visszabeülünk ide az autónkba, és elvezetünk erre a helyre, ami körülbelül innét, ami semmi közepét legyen, 20-25 percre van, ahogy mondtam, majdnem így a belváros, nem a belváros, de a városnak a központja felé, és valami oknál fogva ezt a KFC-t bezárták, nem lehet rendelni semmit, se csirkét, se halat, bár KFC-ba halat nem is lehetett rendelni. De egyszer lehetett rendelni halat. Na mindegy, úgyhogy most oda megyünk, beülünk az autóba, és oda vezetünk ehhez az elhagyatott KFC-hez, megnézzük, hogy néz ki. Mi van még a közelbe, ugyanis van víz a közelbe, és hogyha van víz a közelbe, azt nem lehet kihagyni, hogy ne nézzük meg. Van egy ilyen híd is, megnézzük, mi van a híd alatt, valószínűleg, hogy víz. Elmegyünk és megebédelünk, de valószínűleg nem a KFC-be. Megérkeztünk. 25 perc után végre megérkeztünk. Én mutatom, hogy hol vagyunk. Itt van ez az elhagyatott KFC, amiből sokat most nem lehet látni. Itt van a főút. Most pont egy autós jön, mert pirosat kaptak valószínűleg, hogy ez rettentő forgalmas egy út. A víz, az pedig ott van lent, ott is majd megnézzük. Itt van egy ilyen hajó lejáró, ott az a híd. Bemegyünk alája. Ott jönnek az autók. Nézd, megjöttek az autók. Mondd, hogy ez ilyen forgalmas, úgy csak pirosat kaptak. Úgyhogy megyünk és megnézzük, hogy miért, azt nem tudjuk, hogy miért zárták be, biztos, hogy valamit ide akarnak építeni, vagy nem tudom, de megnézzük, hogy néz ki ez az elhagyatott KFC. Itt volt az autós régen, ahol jöttek ki az autók. Itt jött ki az autó, lehetett rendelni, és ott adták ki az ablakon. Gyere, körbe megyünk. Itt adták ki az ablakon, látod? Az ételt. Oda nézzél. Na, nincs benne semmi. Ja. 17-én. Körülbelül egy ilyen hónapja most már zárva van, vagy több. Itt volt a másik ablak is. Látod, Lukasz? Itt kellett fizetni, a másik, meg kiadták. Megvan a cipőd? Nézd, itt van egy KFC-s pohár még ott. Ahogy nem sok minden van itt. Mit látta? Ja, ott is van egy KFC-s. Benézzünk oda. Nem hiszem, hogy is sok mindent lehet látni. Sok mindent nem lehet ott látni. Nagyon bizony. Sok szemetet. Ja. Gyere, menjünk körbe. Ott valamit építeni fognak valószínű, mert lebontották. Lehet, hogy amúgy épületet építenek ide. Itt van ilyen lakóépület, ahol laknak ott szembe. Na mindegy. Itt lehetett körbejönni az autóba. Nézd, van itt a szemét. Itt lehetett bemenni régen. Benőtte a gaz. Ja, benőtte a gaz, látod? Nem tudsz most már bemenni, még megvannak a székek. Mit? Ja, ki van még a távol. Sok mindent nem lehet látni. Székek megvannak, meg az asztalok, de ennyi. Na, gyere, megyünk tovább.
Itt lóg a vezeték. Ott. Látod? Lóg a vezeték. Szépen összefestették az egészet. És itt a parkoló. Mi ezt a parkolót nem mástól használják, mint itt most megállnak, akik ott laknak szembe. Mi van a cipőddel? Mindig kikötődik. Itt egy régi kuka. Aztán a busz megálló. Miben a kukába? Szerintem szemét. Szemét van benne. Vagy a táblát leszették. Nem, itt van még a főbejárat, látod? Valaki itt hagyta a kocsit. A trollit. A bevásárló kocsit. Nem sok minden van. 17-én kedden volt az utolsó nyitva nap, de nem tudjuk, hogy mikor. Karácsonykor zárva van, minden nap. Nem, már lejött a tábla. Itt pedig visszaértünk ugyanoda ide az autóhoz, ahol megálltunk. Hogy miért zárták be foggalmam, és azt hittem, hogy nem tudom, ott gondoltam, hogy talán nyitva lesz van és be lehet menni, de nincs nyitva. Úgyhogy most átmegyünk valószínűleg arra a hidas részre, és megnézzük, mi van a híd alatt, ugyanis oda is rettentő régóta el akartam menni, csak sose volt rá lehetőségem. Voltunk ebbe a KFC-be? Szerintem ebbe a KFC-be sose voltunk. Itt lakunk kaja, mondom most már egy jó... Többször vezetem erre. Ma is többször szoktunk erre be. Láttam egy sign, KFC. Ja. Ja. Ami sokszor szoktunk erre jönni, ugyanis ezt az utat nagyon sokszor használjuk, erre megyünk mindig haza. Régen is erre szoktunk hazajárni, de egyszer nem jöttünk be ebbe a KFC-be. Ugye most már nem is fogunk. Ittünk egyet, nem a KFC-be, hanem itt az autóba. Hoppá! Majdnem leesett a kamera. Szerintem építeni fognak ide valamit, ugyanis itt van ilyen nagy terület, a KFC pedig ott van. Ezt az egészet így szerintem egyben fogják nyitni. Nézd milyen bicikli. Te, nekem is olyan biciklim lenne, akkor tudnák ott egyet feküdni, meg tekerni. Na megérkeztünk. Itt a híd. Nem tudom, hogy be lehet alá menni, vagy nem, de ide megnézzük ezt a homokos részt. Ahogy ott van, képzeld el, a mentő, nem a mentők, a vízi mentők, vagy hogy hívják, a Coast Guard. Ilyen életmentők, hogyha valami baj van a vízen, és nem az élet, az életedet is megmentik, de hogyha lerobbansz hajóval, vagy felborulsz, akkor ők jönnek ki, és kihúznak. Van nekik amúgy helikopterjük is, meg sok szép nagy olyan hajójuk. Te azt a nem felfújhatóstad, de azt az elsőtot elfogadnám. Nem, azt hittem, hogy át lehet venni. Néha itt olyan, képzeld, olyan pici a víz, hogy ez itt lemegy, és simán szinte be lehet oda sétálni. De jelenleg eléggé fent van a víz. Aztán tudod, mit kell csinálni a sok ivás? Nem sok ivás után, mert nem ittunk. Ittunk egyet, meg még egyet, korábban is egyet. Nem alkoholt. Nem vagyok a kamerában? De. Vizet ittunk, nem alkoholt ittunk. Elmenni, nem másra, mint ide a közeli WC-re, nem? Gyere, menjünk, nézzük meg ezt a közeli WC-t. Ugyanis azt hittem, be fogunk tudni sétálni. Ide a víz alá, de nem. Ezt a biciklit egyszer ki kéne próbálni. Ki lehet bérelni ilyen applikációval a telefonon, aztán lehet tekerni, amúgy le van zárva. Itt a, ott a WC. Aztán, nem, az, nem a, az a pisilós WC. Aztán itt a rendes WC. Kicsit koszos, valószínű. Innen behúzzuk az ajtót. A fölsőnkkel. És elmegyünk WC-re. Mutatok nektek valamit, vijöttünk ide vissza a vízhez, és van itt egy ilyen park, egy olyan park, ilyen végül is ilyen karaván park, amikor jönnek a turisták, itt meg tudnak szállni, tudnak sátorozni, meg van egy-kettő ilyen kabinház, amit ugye ki lehet bérelni egy napra, egy hétre, éppen ahogy akarod. Ez itt van a vízen. És az az érdekes az egészben, hogy nekem ez az a ház, kettő darab ház van itt, rettentően tetszik. Én nagyon ide költöznék, de ide ugye nem lehet beköltözni, csak egy hétvégére maximum, vagy majd egy hétre, ugye kiveheted, de mutatom, hogy miért. Lukasz, te tudod, hogy miért? Ja. Azért, mert... Van a vízem. A vízem van, itt a víz, ott a híd, onnét jöttünk, ugye ott a híd, és hogyha itt kisétálsz, ez kivisz ide a nyitott vízre. Itt vannak ilyen szép fás növényzetek. Ott szembe, már egy kicsit lejjebb megyünk, ott szembe pedig van ez a kabinos rész, ez a karaván park, az a ház ott szembe. Van kettő egymás mellett, kicsit ráközelítek.
az a ház, ami nekem rettentően tetszik, én annyira oda beköltöznék, pont ott van a víz, oda kiülsz oda a teraszodra, ott vannak éppen azok az emberek kint, oda kiülsz, és nem más nézel, mint itt a vizet. Jelenleg egy kicsit fúj a szél, de hogyha nem fúj a szél ilyen csendes időbe, főleg ilyen délutáni időbe, lesz szép itt a kilátás, látod a vizet, és nem tudom, én nagyon szeretem ugye a vizet, meg a hajókat, itt minden szép hajót lehet látni, én nagyon elfogadnám azt a házat, hogy a mellette lévőt, az is pont ugyanolyan, csak picit pici! Sétáltunk egyet itt ezen a parti részen, rákot nem láttunk sajnos, visszajöttünk a KFC-hez. Ott szembe, látod a piros tetejű. Én nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk beljebb menni. Hogyha zár van a KFC, vagy éppen nem akarsz KFC-t enni, mutatom mi van itt a parkban. Itt lehet sütni. Van ilyen sütő. Sütöde. Itt szembe, itt lehet sütni meg főzni. Kijössz ki, azod a húsodat, van itt áram is. Látod, ingyen áram, hogyha fel akarod tölteni a telefonot, vagy a számítógépedet oda bedugod, és itt tudsz ezen a részen sütni, meg főzni. Legközelebb hozzuk a húst, és sütünk valamit. Mit szólsz hozzá? Ide kihozzuk, oda feltesszük, és megsütjük. Nem tudom, hogy pontosan hogy működik. De hát ez be kell gyújtani, nem tudom pontosan hogy működik, ugyanis még az életben nem sütöttem ilyen kinti sütőn. Mondjuk bentin se nagyon, mert a feleségem szokott, de azt mondja Lucas, hogy ő tudja hol kell. Vagy hogy kell, hogy kell. Kell tenni az ujjad, kapcsolni ezt és lenni 5 másodpercnek. Na látod, oda van írva, lerakod az ujjadat 5 másodpercig nyomod, és meleg lesz. Hova lét, én nem tudom hol kell tenni egy séken. És a végén, amikor gondolod, hogy meleg, ja, kapcsoljuk ezt. Akkor meg lekapcsoljuk. Na, a Lucas akar jobban tudsz te főzni. Megijesztünk, hazajöttünk, úgyhogy most eszünk, valószínűleg csirkét fogunk enni mi is. Úgyhogy itt a videó alá írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvenc menütök vagy ételetek a KFC-ből. Combos, van az a sima, az a takarós, nem takarós, vagy itt be kell csavar, az a csaros. Nem tudom, hogy ugyanaz a menü nálatok is, mint mi nálunk itt Ausztráliában, lehet, hogy másfajta. Szeretem a twistert, az a csavaros, ami be van csavarva, mint a palacsinta. A csirke, ugye a palacsintába becsavar vagy hasonló. Én azt rettentően szeretem, meg a sült krumpliukat. Én nagyon szeretem, az a sült krumpli szerintem sokkal jobb, mint a McDonald's-os. Gondoljátok videó alá írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvencetek. Nekem a twister, hogyha egyáltalán van nálatok vissza, és tudjátok, hogy miről beszélek. Na mire, ma nem KFC-t eszünk, hanem itthoni csirkés húst. És hozzuk a tányérokat, hogyha megtaláljuk. Itt van a leves tányér. Itt van a rendes tányér, látod? Visszük a rendes tányérat. Aztán viszünk kanalat, kést, helyett villát, aztán egy kést, ilyen szép éleset, kanál, kés, villa, nem, kés, villa, kanál. Kanál az erre az oldalra, hogyha jól tudom, a kés meg erre, nem? Jól csináltam? Ki tudja? Kell leves tányér. Azt majdnem elfelejtettem. Egy ide. Egy ide. Ebéd. Ebéd, ebéd. Csirke, csirkés hússal. Csirke, levessel. Csirke, csirke. Csirke, csirke. Csirke, csirke. Csirke, csirke. Kérjük a csirkét csirkével. Csirke, csirke. Ilyen gyors csirke leves. Egy kanál. Még egy kanál. Itt a rizi bizi. Itt van a rizi bizi, látod? Egy kanál. Még egy kanál. Itt a kedvenc csirke, az a kis pici, látod? Én rettentően szeretem ezt a csirkét. Rizi bizivel. És salátával. Ilyen rendes salátával. Nagyon szeretem. Hozzá. Az a te kedvenced is. Ja. Az enyém is. Úgyhogy ezt most mi megesszük, legalábbis én megeszem az enyémet, meg a tiédet, vagy én eszem meg a tiédet, meg az enyémet. Ugyanaz. Mindenkinek további jó étvágyat, vagy egyáltalán most esztek, hogyha nem, akkor majd később jó étvágyat mindenkinek. Mára ennyit. Sziasztok!